akkor jöttem haza katonos a háborúból. Nekem nagy szó, mert ugye éppen ugye vasárnap volt, Szentmihály napja. Barta Mihály 1944 Szent Mihály napját idézi fel, hiszen éppen neve napján érkezett haza a frontról. Misi bácsi az utolsó, még élő háromszéki szemtanúja a Vörös Hadsereg úzvölgyi betörésének. Emlékezete friss, jól emlékszik az 1943-as besorozására, az úzvölgyi betörés szinte minden megélt pillanatára, de a közel egy hónapos visszavonulásra, na meg hazaérkezésének körülményeire is. Sepsiszentgyörgyi otthonában a székely asztalos egyszerűségével mesél a történtekről. Mikor beértem, mindenki sírt. Ugye, mert oda voltak, még két bátyám katona volt, a háborúban voltak, egyik Franciaországban volt, fogságban, és a másik Amerika fogságban, azok már később bejöttek haza, ugye. Az akkor 19 esztendős Levente katona hazaérkezése azért is volt váratlan, mert az úzvölgyéből korábban hazakerült katonazenészek már a halál hírét hozták. Nem csoda, hiszen a keleti Kárpátok szorosát védő magyar és német csapatok az 1944. augusztus végi orosz betörés után komoly veszteségekkel tudtak csak visszavonulni. Pontosan az 1000 éves határnál voltunk a páncélrágyúval, ugye, volt 6 székely határidősebben ember, ugye, és mi pedig 60 fiatalok voltunk, ugye. Mindegy, hát aztán kész gondolta, hogy jönnek az oroszok, ugye. A feltartóztathatatlan, ágyúkkal és nehéz fegyverekkel támadó sokszoros orosz túlerővel szemben nehéz volt a védők feladata. A menekülés pedig hol szervezetten, hol pedig egyéni elhatározásból zajlott. A repülőgép járt minden, a Stalin orgona, olyan fák tetejét, a fenyőfák tetejét szakasztotta le, édes jóság, meg kell halni, nem volt mit csinálni, ugye, mert minden percben ki voltunk téve a halálra, nem volt mit csinálni, ugye. A visszavonulás során többször csatarendbe állított honvédek kötelékét Misi bácsi végül másodmagával hagyta el, és 10 napi gyaloglás után érkezett haza. Úzvölgyében, az egykori harcok helyszínén ma emlékhely áll. A katonatemető, amely mind az első, mind a második világháborúban elesett katonák öröknyugvóhelye, minden augusztus 26-án, az orosz betörés napján megtelik zarándokokkal. Köztük volt az idén is, immár utolsó háromszéki túlélőként Misi bácsi, aki unokájával együtt koszorúzta meg az 1994-ben állított emlékhelyet. Horthy Miklós katonája vagyok. Legszebb katonája, végon élet, katona életét, nincsen gondom rája. Misi bácsit énekeskedve akkor sem hagyta el, amikor a 70-es évek elejétől kezdődően bajtársaival minden nyáron eljöttek emlékezni a harcok helyszínére. A hatóságok nem nézték jó szemmel, így nagy ünnepséget nem tudtak szervezni, ám a szűkkörű, meghitt együttléteket ma is szívesen visszaidézi. Hát szép, minden jó a biztos, de bizony ezelőtt a pártban voltunk, akkor 100-szor a jobb volt. Ugye? Megvan az őszintessége. Az úzvölgyi veteránok utolsó háromszéki katonája előre haladott kora ellenére, hiszen 1924-ben született, jó egészségnek örvend. Lánya és unokája társaságában manapság is részt vesz a magyar történelmi eseményeken. Legutóbb az aradi vértanúk emléknapján találkoztunk vele, ahol büszkén viselte a történelmi vitézi rend kitüntetéseit. A 20. század magyar történelmének élő tanújaként emberközelből, az egyszerű katona szemszögéből emlékszik és emlékeztet történelmi múltunkra. Nem siratja ifjúkorát, a hős katona szerepében sem tetszeleg. Talán a bajtársak elvesztése a legfájóbb számára. Most is jó, de a barátok elmentek, itt hagytak mindegy. Ott maradtam, egyedül maradtam. Mind elmentek. Sajnos.